stúdióban köszöntöm Rubovszky Csillát, az 5. kerület KDNP-s alpolgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikor tettek először kísérletet arra az 5. kerületben, hogy otthon gondozzák az időseket? Hát az az igazság, hogy ez ennél kicsit bonyolultabb dologról van szó. Múlt év januárjában szembesültünk azzal, egy nagyon komoly hóhelyzet volt akkor is, hogy minden problémára nagyjából tud a belváros válaszolni, kivéve közel 8000 nyugdíjasunk van, és az ő problémájukat nem igazán tudjuk. Ez mert Budapesti hogy nem szinten mennyire magas? Hát Budapesti szinten is nagyon magas, mi elsősorban a 80 év fölöttiekre gondoltunk ebbe a projektbe. Országosan közel 500 000 emberről beszélünk, belvárosban a legelőregedettebb kerületben élünk, ott ugyanis 9% a lakosságnak 2235 80 év fölötti ember van. Nekik szeretnénk segíteni. A bejátszásban is már elhangzott, hogy elsősorban a kövel 40 éve egy nagyon jelentős változását be a családmodell tekintetében, ugye egyre inkább dolgoznak már a hölgyek is. Ugye nekik kettős feladatuk van, de megmaradt ez a kettős feladat a gyermeknevelés mellett nagyon sok esetben az időseknek a gondozása is. Ebben szeretnénk nekik segíteni, illetve azoknak az időseknek, akiknek egyáltalán nincsen családjuk. Magam egyébként jogász, szociálpolitikus vagyok végzettségem szerint, és nagyon sok olyan idős szociális intézményben jártam, ahol olyan idősek vannak, akik igazán lehetnének otthon, részben szorulnak segítségre, vagy csak unatkoznak, és mégis bentlakásos intézményben laknak, sok esetben 6-8 ágyas szobákban, és azt gondolom, hogy ha ilyen rohamosan fog nőni az időskorú lakosság száma, ezt a szociális ellátórendszer nem is fogja tudni biztosítani. Tehát megoldás kell, és ez az otthon gondozása, hogy Európában mindenhol. És ezt hogyan tennék meg? Kiknek a segítségével? Mert hogy nagyon sok segítőre lenne szüksége ahhoz, van hogy is. Ahogy tervezik, ugye országos programmá nője ki magát ez a kezdeményezés. Hát igen, de ezt mindenképpen az önkormányzatokon keresztül szeretnénk kiépíteni. Ugye mai nap folyamán bejelentésre került, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke ugye Semmilyen Zsolt bejelentette, hogy 3 önkormányzat, ugye Szombathely, Kisvárda, 2 Kereszténydemokrata vezetési önkormányzat, illetve Belváros 5. kerület, ahol én magam Rogán Antal támogatásával írtam alá ugye ezt a megállapodást, ugye én magam is kereszténydemokrata vagyok, fogjuk ezt a mintaprojektet adni, hogy el lehessen dönteni, hogy országosan meg tudjuk-e valósítani. Ebben az évben ünnepli a szociális törvény a 20. évfordulóját, amely alapját képezi a projektnek. A szociális végzettségű emberek, akik az ellátórendszerben dolgoznak, nyilván nem elegek ahhoz, hogy ezt a projektet biztosítani tudják, ezért a munkahelyi központ biztosított számunkra szakvégzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottakat, és ők segítik a szakfeladatok tekintetében, amihez kifejezetten végzettség kell. Nagyon fontos, hogy a diák önkénteseket és egyébként önmagában az önkénteseket is bevonjuk a projektbe, mert abban a szakma egyetért, hogy az időseknek nem csak az egészségi problémáik gondok, hanem 80 év fölött a magány. Nagyon sokan ebben az életkorban veszítik el a társukat, és nagyon sok hölgy marad egyébként 60-65%-uk egyedül. Nekik kell ebben segíteni. A diákok egyébként a közösségi szolgáltatás vagy keretében, amit a köznevelési törvény alapján idéntől végezniük kell, választhatják például, hogy ebben a projektben látják el. Ugye idén a 9-esek kezdik ezt a feladatot, az 5. kerület a Verespáni gimnáziummal már szerződést is kötöttünk, hogy a diákok itt elláthatják. De azért belvárosban el kell mondanom, hogy a fiatal nyugdíjasok körében is nagyon sok önkéntes volt, aki ezt a munkát vállalta. Nálunk már teljesen kiépült a program, ezért tudok holnap segíteni abban, hogy Kisvárdán indulhat a program, és pénteken viszont Szombathelyen. És ennek az indítása történt meg ma egy PS aláírás keretében. Beszéljünk a forrásokról, mert igen. Hogy ugye főleg a szakképesítéssel rendelkező segítő kapcsán nyilván felmerül, hogy ingyen végzik ezt a munkát, vagy nem. Valami együttatásért? Hát nem, ugye a közfoglalkoztatottak, azok a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabály alapján 95000 forintos havi fizetésért végzik. Ugye nekik, tehát itt gyakorlatilag olyan munkanélküliekről van szó, sok esetben sajnos tartós munkanélküliekről, akiket a munkahelyi központ kifejezetten kiképzett erre, és így folyamatosan 12 hónapra tudunk nekik munkalehetőséget biztosítani. Különben egyébként 22000 forintos segélyt kapnának, tehát azt gondolom, hogy ez anyagilag is mindenképpen megéri nekik, és azt gondolom, hogy ha ezt fel tudjuk fejleszteni, akkor normatívát tudunk majd a szakellátásból megsporolni, tehát egyértelműen hosszú távon a nyílt munkaerőpiacra tudnak visszakerülni, mert hogy az ellátásba ténylegesen be tudnak kerülni. A diákok ingyen végzik a munkát, és az önkéntesek természetesen ingyen végzik. Ezen felül van még forrás igény. Hát
Az az igazság, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelent komoly problémát. Ugye ezt úgy nevezik az emberek, hogy a karperesz, a legidősebb idősek nagyon szeretik ezt használni. Igen, ennek van forrás igénye, kb. 5 millió forintot költöttünk belvárosba, plusz forrást kellett erre biztosítanunk, mert nagyon nagy volt az igény. Na de egy olyan önkormányzatról beszélünk, ami az ország legelőlegettebb önkormányzata. Azt gondolom azért máshol nem lesz ekkora gond, illetve a TÁMOP 5 keretében gondolnánk az országos projekthez Európai Uniós forrást kapni. Úgy látom, hogy annak maximálisan megfelel ez a projekt, ezért is jelentette be pártelnök úr, hogy ez a három önkormányzat együttműködésével kialakított mint alapján szeretnénk egy országos projektet csinálni belőle. A polgármester asszony, köszönöm, hogy elfogadta meg. Én köszönöm a lehetőséget.